Ülést tartott Szekszárd város közgyűlésének pénzügyi bizottsága. A testület először a város helyi tömegközlekedésének teljesítményéről szóló beszámolót vitatta meg, miszerint a Tolnai vármegye székhely több 100 millió forinttal tartozik a volánnak. Máté Péter a bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy nem túl jó a helyzetük. A 2021-es év az peresítve van, ott hamarosan valószínűleg elbukik a pert. Egyelőre nem áll jól a helyzet, mivel a polgármester elismerte a átszerző a tartozást, tehát itt a pert ezt bukjuk. A 2022-est még vitatjuk, a 2023-as évben jelenleg a szolgáltatási szerződést nem írtuk még alá, és ennek a szerződésnek az aláírásához a Volánbusz olyan feltételeket köt, amit nem szeretnénk teljesíteni, nevezetesen tartozás elismerő nyilatkozat, ami azt jelenti, hogy beinkaszózhatja a számlánkat, ezt nem akarunk hozzájárulni. A bizottság szerződés tervezete sokkal kisebb ráfizetést tenne lehetővé a vármegye székhely részéről, egy 150 millió forintos tartozást próbálnak realizálni, amely összeget egyébként a megállapodás aláírását követően egyből ki is fizet a város. A napirendek között szerepelt még egyébként a Tudásközpont közbeszerzési tanácsadójának díja is, amit jóváhagytak a tagok. És van egy örömteli hír. A egyik szerver beszerzés az szerencsére a tervezett 170 millió 109 millió forintért megvalósul, úgyhogy ez mindenképp egy örömhír, hogy végre nem a legdrágábban vettünk, hanem tudtunk olcsóbban is venni, közben szerencsére ezt sikerült megvalósítani. Erről döntöttünk. A pénzügyi bizottság összesen 5 napirendi pontot tárgyalt, ebből 3-at zárt ülés keretében.